Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár együttműködésre buzdított és kijelentette, bízik abban, hogy a párt megtalálja az új egységhez vezető utat. Tőkés László EP képviselő úgy fogalmazott, hogy a magyarok érdekeit kell képviselni Bukarestben, és nem Bukarest érdekeit a magyarok között. Az erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyében 11 településen indított polgármesterjelöltet, és 22 önkormányzati listát állított össze. Céljuk mozgósítani azt a 500 000 magyart, akik csalódtak a politikában és nem vállaltak közéleti szerepet. Június 10-e csak egy állomás az új egység építésében, ekkor vannak az önkormányzati választások, de az erdélyi Magyar Néppárt számára feladatok csak akkor kezdődnek el, akkor kell az erdélyi önkormányzatokban együttműködni, pontosan az új egység jegyében, hiszen mi nem a politika ellenfeleinkkel harcolunk, hanem a problémák jelentik a feladatot, ezekre a megoldást pedig csak közösen tudjuk megtalálni, függetlenül attól, milyen pártnak a színbe jutottak be magyarok az önkormányzatokban.